Volt egy olyan érdekes helyzet ebben a városban, hogy itt az országban az elsők között hoztak egy olyan rendeletet, ami alapján így a belvárosból és ilyen kulturális főváros beruházásban érintett közterületekről kitiltották a hajléktalanokat. És hogy így azonnal nagy felzúdulás volt, hogy ez történt a városban, és alakult egy Facebook csoport is, hogy pécsiek a hajléktalanokat üldöző rendelet ellen. Szerintem felfigyelt rá a budapesti város minden két csoport, akiknek nagyon nagy álmuk volt mindig, hogy ezt a mozgalmat így az országos szintre emeljék, és akkor megkeresték ezt a csoportot, és próbáltak támogatni egy ilyen hasonló csoport létrejöttét. Mozgalomként tekintünk önmagunkra. A működésünk az bázisdemokratikus, és a mindenki egyenlő részvétele vesz részt a munkában, a feladatok rotálódnak, és ahhoz, hogy mindenki el tudjon látni különböző feladatokat a csoporton belül, képzésekre járunk, illetve belső képzéseket szervezünk. Az érintettek részvételével működik a csoport, tehát hogy úgy áll föl, hogy vannak a szövetségesek és vannak az érintettek. Most a szövetségesek azok ugye középosztálybeli vagy ilyen területen tapasztalatot vagy szakmát szerzett emberek, és az érintettek pedig hát akiket az a lakhatási szegénység érint. Mondjuk ez hozzátartozik, hogy a pécsi csoportban a szövetségesek is lakhatási szegények, szóval hogy itt igazából tudunk együtt küzdeni. Áthelyeztük a súlypontot a lakhatási érdekvédelemre, és ezt mi mozgó találkozási pontnak hívjuk. Kimegyünk olyan területekre, ahol ilyen problémák merülnek fel, ez nagyon sokrétű, például adósság fölhalmozódott, tehát kilakoltatási probléma, önkényes lakásfoglalás, próbáljuk összefogni az egyéni ügyeket, ugyanis az egyéni ügyekkel sokkal nehezebb harcolni az önkormányzat ellen, mint hogyha azt mutatjuk, hogy ez egy csoportnak a problémája. Ez lett egy ilyen nagy eredmény, hogy most létrejött ebben a városban egy ilyen lakhatási koalíció, amiben velünk együtt 7 civil szervezet vesz részt. Van köztük roma érdekvédő, kulturális szervezet, tanodát működtető szervezet, területi alapon működő egyesület, akiket egész egyszerűen az érintettekbe mentek segítséget kérni, tehát ők is saját maguk tapasztalják, hogy olyan problémák vannak, amikkel kapcsolatban ők nem tudnak választ adni az ügyfeleikre, hogy mit tegyenek, és az ügyfeleik sem kapnak választ az önkormányzattól. Azt szeretnénk elérni, hogy egy nagyon világos kritériumrendszer szerint járjon el az önkormányzat, amivel számolnia lehet egyébként. Egyrészt a hivatal működése is ugye átláthatóbb és ellenőrizhetőbbé válik, akkor, hogyha nem csak egy koncepció van, hanem van hozzá kapcsolódóan cselekvési terv, ahhoz kapcsolódóan van egy ügykezelési szabályzat például. Borzasztó energia van ebben a városban, és egy hatalmas civil élet, és hogy szerintem ebből annyit tudna meríteni ez a városvezetés, hogy ezeken a csődhelyzeteken és ezeken a ellentmondásos politikai helyzeteken is át tudná lendíteni a várost, és hogy ezért próbálunk egyébként más területen is lobbizni, hogy hát azért úgy tekintsen a város így a saját lakosságára erőforrásként is, és legyen őszinte, és vállalja azt, hogy neki szüksége van ránk.